Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Hetek Originals adását hallják, és egy heti labban megjelent cikk kapcsán fogunk most beszélgetni Surjain Dáviddal, aki a Hetek újságírója, és jelenleg Jeruzsálemben tanulmányokat folytat, vagy tanulmányúton van, nem tudom, hogy lehet ezt szebben elmondani. A lényeg, hogy itt van velünk a vonalban, és már köszöntöm is. Szervusz, Dávid! Szervusz, Máté, és üdvözlöm a hallgatókat is. És olyan rettenetesen nagy meglepetés, nem árulok el, ha azt mondom, hogy Izrael lesz a témánk. Azért ma a magyarországi sajtóban, meg a nemzetközi sajtóban is elég sok hír, videó, felvétel, vélemény, publicisztika, elemzés, tanulmány, mindenféle megjelenik azzal kapcsolatban, mégis mi folyik Izraelben. És nyilván ti első kézből tapasztaljátok azt, hogy az izraeli közhangulat az konkrétan hogyan változott meg, csak hogy az összes hallgatót beavassam. A lényeg az, hogy nemrégiben hosszú idejű kálvária politikai padhelyzet után végre van egy egyértelmű többsége egy izraeli kormánynak, ez Benjamin Netanyahu vezeti, és maga a többség az azért alakulhatott ki, mert markáns, jobboldali, cionista, vallásos pártok nagy támogatottságot tudtak szerezni a választáson is, ez egy olyan mandátumszámhoz juttatta a jobboldali tömböt, ami egyértelmű többséget szerzett, vagy biztosított nekik a Knessetben. És ez a kormány, ez most egy olyan reformcsomagot, döntéshalmazt jelentett be, ami valamelyik pontján ennek az egész törvényhozásnak, vagy javaslatcsomagnak kicsapta a biztosítékot, és most már mondhatni azt, hogy nem is tudom, hanyadik napja, talán több hete Tel Avivban, Jeruzsálemben, több izraeli városban, hát százezeres nagyságrendben vitte ki az embereket az utcára. Mindenki azt kiáltja, vagy azt sérelmezi, hogy itt most módszeresen leépül az izraeli demokrácia, és hogy fenyegetettség van, hogy egy diktatúrává válik-e Izrael, és emiatt tüntetnek és nyomást helyeznek a kormányra. De nem én szeretném ennek a részleteit elmondani, csak így megpendítettem, hogy mi a témánk. Erről fog beszélgetni most Dáviddal. Dávid, kezdjük már egy kicsit ilyen személyesebb tapasztalatokkal. Ti ugye kint tanultok a Jeruzsálemi Héber Egyetemen a feleségeddel. Milyen a hangulat? Érzékeltek-e bármit, mint ott tanuló külföldi diákok vagy hallgatók ebből az egész kálváriából, feszültségből, vagy ez csak is kizárólag, nem tudom, a helyi lakosoknak a saját kis vitája? Hogy érzékelünk-e? Hát gyakorlatilag hónapok óta csak ezt érzik, igazából onnantól fogva, hogy ez a kormány, az új kormány állt, a 34. vagy 7. vagy hanyadik kormánynál tartunk most már színelmében. Amióta a kormány benne a sokak által mindenféle okokból démonizált vallásos cionistákkal és ultraortodoxokkal, azóta gyakorlatilag az egyetemünkön gyászon, igazából rögtön a kormányzat létrejövetelének a másnapjától egy ilyen gyász hangulat uralkodott el. Érdekes módon ugye Izraelnek ez a kis saját helyzete, különlegessége, hogy valahogy a nemzetközi emberek, diákok is nagyon szeretnek beleavatni a legmélyebb belügyekbe, és nagyon szeretik követni, hogy pontosan mi, hogy zajlik. Elsősorban nyilván a palesztinnek a jogi felügyelete is hasonló ürügyek miatt. Ezért már, mondom, a kormányalapítás után rögtön elkezdték a vészharangokat megkongatni, hogy eljött a fasizmus ideje Izraelben, a teokráciát, magyarán a vallási rémuralmat, ahogy ők ezt elgondolják, bevezetik, ószövetségi alapokra helyezve elindul a etnikai szegregáció, fai megkülönböztetés, mindenféle diszkriminációs, és igazából azt érzékeltük kezdettől fogva, hogy a baloldal arra törekszik, hogy alapjaiban delegitimálja ennek a kormánynak a működését, és úgy állítsa be, mint ami nem egy demokratikus úton megválasztott választói akarat érvényre jutása, hanem mint ami egy vadhajtás az izraeli társadalmon belül, amit minél hamarabb le kell vágni. Hogy ezzel például az akadémikusok, akik tisztában vannak a demokrácia történelmével, az állam alapokkal és az államformációkkal, én nem tudom, hogy a saját lelkismeretükkel, illetve a saját tudásukkal ott tudnak elszámolni. Ettől függetlenül kezdetektől fogva, mióta ez a kormány áll, ez a vita benne van
az akadémiai világban, és az úszítások a kormány ellen gyakorlatilag heti, napi szintűek a mi óráinkon is, ami természetesen bennünket személyesen még különösebben nem érintett mélyen azon túl, hogy bizonyos világnézeti elemeit a kormány bizonyos tagjainak bizonyos mértékben tudjuk támogatni, hogy portkorrektül fogalmazzák, és ezért lehet érthetetlen is, de ha kell, ki tudom fejteni, hogy mire gondolok. Tehát hogy vannak olyan elemei a politikájuknak, amit tudok támogatni, ezért nyilván fájó volt nekem látni ezt a, mondhatnám, hogy alaptalan, hisztérikus hangulatot. Igen. A cikkedben említesz olyan esetet, amikor maga a magyar kormány, meg a magyar helyzet, vagy Magyarországnak a jogállamisági helyzete, vagy a magyar demokráciának egyfajta, mint hogyha ilyen bélyegzés lenne a magyarországi hasonlat. Én is láttam ugye képeket a Tel Avivi tüntetésekről, is volt olyan kép, amin például Orbán Viktor is szerepel, mint egyfajta ilyen, nem tudom, diktátor Erdogán és Putyin mellett, és egyébként Netanyahu mellett. Mennyire jelenik meg ez? Tapasztaltatok-e bármit konkrétan azzal kapcsolatban, hogy Magyarország téma-e Izraelben, akár az egyetemre gondolok, akár mondjuk tüntetésem? Sajnos mind az egyetemi közegben, mind a hétköznapi életben gyakorlatilag heti szinten tartjuk ezt. Különösen az elmúlt 10 hétben ugye erőteljesen terítékre került az igazságügyi reform a kormányzat részéről, amióta egyébként tartanak is a tüntetések, tehát azért 8-10 hete gyakorlatilag heti szinten 100 000-es tüntetésekről lehet beszélni Izrael szerte, különösen Tel Avivban és környékén. Viszonylag hamar, amikor az igazságügyi reform felmerült, és a nyilvánosság elé került, hogy igazából mit is akarnak elérni Netanyahuék, a HRS és más lapok elkezdtek megjelentetni olyan cikkeket, amelyek analógiát igyekeznek vonni Izrael jelenlegi iránya és a Magyarországon már kialakult állapotok között, és azt próbálják bizonygatni, hogy ahogy Orbán Viktor révén elindult Magyarország már egy autoriter irányba, ahol a demokrácia ő szerintük leépült, és ahol három fő érvet mondanak, ahol az akadémiai szabadságot elvették, ahol a sajtószabadságot megnyírbálták, és ahonnan elüldözik a fiatalokat és a cégeket, vállalkozásokat. Ez az, amire a cikkemben úgy fogalmaztam, hogy fájóan nélkülözik a tényeket, tehát igen. Hogy döbbenetes, hogy egyetlen egy egyetemnek, vagy mondjuk ha belevesszük a CEU-t, esetleg az SZF-t is, akkor mondhatnánk két feltős oktatás intézménynek volt időkokból vitái a kormányzattal, hogy ez önmagában hogyan veszi el az akadémiai szabadságot, ugye nyilván ide még sorolnák azt is, hogy átalakították a felsőoktatásnak a rendszerét, a vezetői rendszerét. Jó, de ezt egy izraelit, ezt miért érdekel? Tehát, hogy nekem azért abszurd ez, hogy ennyire belemásznak más országnak a belső folyamatába. Inkább úgy tűnik nekem, mintha tudod, egy ilyen megbélyegzés, vagy egy ilyen matrica lehetne azt, hogy aki Orbánnal egyképpen szerepel, vagy ugye ahogyan Putyinnál is, vagy Erdogánnál ugyanezt megcsinálják, hogyha mellé rakják az arcot, akkor már be lehet sötétíteni. Tehát az, hogy van-e, milyen a magyarországi felsőoktatási reform, elképzelni nem tudom, hogy ez egy átlag izraeli tüntetőt mennyire érdekelne. Nyilván alapokat igen, viszont az meg nagyon szembetűnő, hogy közben a Magyarország, mint szitokszó, vagy a magyar, mint szitokszó, de elterjedhet ebben a anarchikus közegben. Hát ugye, amikor az egyik oldalon nélkülözi a tényeket, akkor kénytelen szómágiával tényeket generálni, és gyakorlatilag a bal oldalon ez történik hetek, hónapok óta, ami nem részleteiben érdekli az átlagolvasót, vagy sajtótermékfogyasztót, de biztos, hogy mert hát a propaganda mindig nagyon széles körben tudhatni sajnos, ezért olyanokat is tapasztaltunk, hogy elmentünk kirándulni, ott sétáltam éppen, mentem fel a Vádiban, kirándultunk, amikor összefutottunk egy zsidó idősebb házaspárral, meghallották, hogy furcsa nyelven beszélünk, megkérdezték, hogy milyen nyelven, mondtuk, hogy magyarul,
és akkor én sajnálkozva, hogy ó, szegényeim, de sajnálunk benneteket, és így, és látszott, hogy teljesen jó szándékkal, mivel elhittek mindent, amit Magyarországról mondanak, kifejezik, hogy őszinte részvétük, hogy hát ugye diktatúrából jövünk, és stb., és hogy hát nagyon remélik, hogy most ezért dolgoznak és imádkoznak, hogy csak Isten segítsen, hogy Izrael ne kerüljön ugyanarra a sorsra, mint Magyarország, ahol már nincsen demokrácia, nincsen szabadság, stb. És hát akkor kik is mondtuk, fogtuk a fejünket, és mondtuk, hogy lehet, hogy érdemes a Haaretzen kívül mást is olvasni. mert súlyosan tévedésben vannak. És egyetemen egyébként volt ilyen jellegű beszélgetésetek, ami kifejezetten Magyarországgal kapcsolatos volt, vagy a magyar származásotoktól, hazátokkal kapcsolatban? Nem csak beszélgetésünk, nagyon komoly heves vitáink is kerekedtek ebből, mert különösen egy tanár, ráadásul az volt a szerencsétlenség, hogy ez egyik kötelező tantárnak a tanára. Gyakorlatilag két héten át magyarán a körülbelül az egész szemeszterben rendelkezésre álló időnek a 20%-át arra használta fel, hogy a kormányzat ellen agitáljon, ami ugye hát köztudottan Magyarország mintájára elkezdett a demokratikus regresszió útjára lépni, és mindenféle érveket hozott el ezzel kapcsolatban is, ahol egy ponton túl már úgy, hogy jó, mégiscsak talán lehet, hogy ehhez talán mi jobban értünk, mert ott élünk, és látjuk, hogy mi van Magyarországon, hogy engedtessék meg, hogy felszólaljunk, és teljes tiszteletudással csak annyit mondtunk, hogy szeretnénk egy másik perspektívát, egy másik olvasatot behozni a képbe, és onnantól fogva állt a bál. Gyakorlatilag egy egész órát arra használt fel a tanár, hogy megpróbálja lenyomni a torkunkon, hogy Magyarország nem is volt demokrácia, egyedül akkor volt erre esélye, amikor 45 után, mert hogy szerint 1945 után alakult ki igazán a modern demokrácia, amelyikának köszönhetően. Egyszerűen szüksége volt a közép, elsősorban ő kelet-európaiként fogalmaz, kelet-európai országoknak egyszerűen szüksége volt arra az amerikai kurzusra, demokrácia kurzusra, ami mentén tulajdonképpen nagyon óvatosan, ügyesen fogalmaz körmönfontan, de gyakorlatilag ez jött le belőle, hogy ez segített ki bennünket a visszamaradott állapotból. Ez az tény is való, hogy az Egyesült Államoknak hogy mondjam, közbenjárása sokat segített abban a rendszerváltozáshoz vezető úton, tehát még ezt a részét még el is tudnám képzelni, csak ugye azért is érdekes Amerika emlegetése, mert most azért a vita elment egy olyan irányba is, most a izraeli belpolitikai vita, ami arról szól, hogy az Egyesült Államok is ugye megszólalt ezzel kapcsolatban. Joe Biden azt mondta, hogy nagyon rossz irányba tart az izraeli törvényhozás, hogy vissza kell fordulni erről az útról, nem szabad az igazságügyi reformot megcsinálni, és hogy meg se hívja igazából Benjamin Netanyahut Washingtonban, ami ugye egy ilyen példátlan, hogy mondjam, üzengetés. Erre válaszul ugye Ben Gvir, belbiztonsági miniszter, mondta, hogy hát ideje felúcsúdni az Egyesült Államoknak, hogy Izrael már nem egy csillag az Amerika zászlaján, hanem, és nem amerikai gyarmat. Tehát érdekes módon egy ilyen jellegű vita is, mintha kialakulna Izraelben, hogy az Egyesült Államok, mint legszorosabb barát és legszorosabb szövetséges és nagy testvér, most már inkább bizonyos szempontból terhessé is válik, hogyha az izraeli belpolitikai folyamatokba ilyen módon be akarnak avatkozni. És még egy gondolat, hogy Yair Netanyahu, ugye Benjamin Netanyahu-nak a fia, de még akár bizonyos szempontból Netanyahu is, mintha utalgatna rá, de a kormány több tagja mindenképp, mintha az egész társadalmi feszültségnek a keltése mögött meghúzódna amerikai szál. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban olvastál, hallottál-e valamit, beszélgettetek erről? Nem is keveset, és hozunk is, hogyha sikerül elég anyagot találni ahhoz, hogy bizonyítsuk azt a tézist, amit mi bennünk, akkor ez megérdemelne még egy cikket. Az Egyesült Államok ugyanis ugye kétségtelenül nagyon sok évtizeden át egy felemás módon, de azért alapvetően támogatóan állt Izraelhez, és ez a szerepkör egyre inkább így a gonosz mostohára kezd segít hasonlítani, aki úgy segít, hogy hát abban nincs köszönet, mert egyszerűen az a gyarmatosító imperialista jellegű kommunikáció, ami Izrael esetében még durvábban megnyilvánul, mint mondjuk Magyarország felé, akivel ugye nincsen ennyire szoros viszonya a Washingtonnak, mint mondjuk Jeruzsálemnek,
Ez egészen megdöbbentő, hajmeresztő, azt is látni kell, hogy ilyen kőkemény szinten hétköznapi, mondhatnám tényleg hétköznapi izraeli belügybe, ilyen szinten Amerika még nem avatkozott be, általában a palesztin kérdésben, két állami megoldásban, biztonságpolitikai kérdésekben, stb. Felszólal, meg tanácsot ad, segíteni próbál, közvetít, de nyilvánosság előtt belügyben, belpolitikai dolgokban, ügyekben még nem tett ilyen nyilvános állásfoglalást, ezért is egyértelmű, hogy honnan származik az a javaslat, amit végül Isaac Herzog államelnök, mint alternatív reform nyújtott be Netanyahuék előtt, és akkor érdekes módon rögtön a külügyminiszter felhívta a nemzetközi közösség figyelmét, hogy az Egyesült Államok pontosan ezt a verziót támogatja. Igen, igen, amikor előbb kiadják a nyilatkozatot, mint hogy megjelenne, de tipikus ez a szindróma. Igen. Úgyhogy hát ilyen módon ez egy nagyon, nagyon furcsa folyamat, és elkezdtek megjelenni olyan cikkek, nagyon szélsőségesnek ítélt és hiteltelenített oldalakon, amelyek azt mutatják be, hogy úgy tűnik, nem bizonyított, ezért ne vegyük készpénznek, de egyes feltételezések szerint úgy tűnik, hogy a Biden kormányzat által közvetlenül pénzelt civil szervezetek konkrétan körülbelül 30 000 forint értékben adtak per kopf a tüntetőknek pénzt, hogy részt vegyenek a 100 ezeres tüntetőkön, legalábbis egy rétegnek, nyilván nem 100 ezer embernek, vagy több 100 ezer embernek, aki kint volt, de egyelőre nem tudni a pontos számokat. Minden esetre úgy tűnik, hogy konkrétan financiális segítséget nyújtott az Egyesült Államok arra, hogy a tömegeket megmozdítsák, ami azért nem teljesen lett meg, mert ugye nekem jogász az elsődleges diplomám, és azért feltűnt, hogy általában az átlag polgároknak nem szokott ilyen mély jogi érzékenysége lenni, sem jogi ismerete, igen, mint amilyen szintű jogi érzékenységet most állítólag demonstrálnak. Igen, nem ennyire ezek népszerű a legfelsőbb bíróság, hogy ennyi híve meg rajongó tábora legyen. Jó. Ez így van, és ugye ezért is mentünk el tüntetésekre megfigyelni, beszélgetni emberekkel, hogy mennyire tényleg a jogi ügyekben vannak ők benne, mit értenek, feltettünk kérdéseket nekik, hogy tudod-e, hogy ez a legfelsőbb bíróság, hol van, melyik országban, nem mondtuk el, hogy melyik országban, csak mondtuk, és akkor mindenki azt hitte, hogy hú, ez orosz vagy kínai, aztán kiderült, hogy hoppá, az Egyesült Államok vagy, stb. És akkor úgy kicsit vakarták a fejüket, hogy hát igen, ehhez képest, vagy maga az izraeli most jelen állapotban ilyen, mert igen, az igazság, hogy az izraeli legfelsőbb bíróság egyáltalán nem demokratikus alapon működik, mélységesen túlburjánzik azon a megkérdőjelezhető legitimáción, amit kapott, igen, a 90-es évektől, az a három Barak-féle igazságügyi reformok óta. Szóval egyáltalán nem, nem megnyugtató az, hogy igazából azt látjuk, hogy a tömeg alapvetően nem tudja pontosan, hogy miért dühöng, de dühöng. És nyilván itt könnyű egyébként ezt a feszültséget felgerjeszteni, mert ugye most emléktetted a perkoponya esetleges támogatást, ugye nem tudjuk pontosan mi a valóság, de általában azért itt az van, hogy létező társadalmi feszültséget egy-egy kulcsfigura, a kulcsszervezet, hogyha felkelt, akkor ki lehet ám rángatni az embereket az utcára. Hát pontosan. És ugye ilyenkor ez a kérdés, ez a legfontosabb kérdés, hogy akkor mi az a felszín alatt megbúvó feszültség, ami miatt ilyen könnyen lehet mozgósítani a népet, mert biztos, hogy nem a jogi érzékenysége tehet nem, erről. Igen. Semmi sem, nem is egy mélységes jogi ismeret, mert az igazság, hogy erről a szaklapoknak nagyon részletes vitákba kell belebonyolódnia, hogy megpróbáljuk eldönteni, hogy mi demokratikus és mi nem. Eleve az egész kérdés eljuttat odáig a eszmei szinti vitáig, hogy demokrácia milyen szinten működhet, mit jelent a demokrácia, mi maga a demokráciában a kisebbségnek és a többségnek a szerepe, helye, hatalma, ereje, stb. Szóval ilyen vitákig elmegy ez a dolog, amit látszik, hogy a nép nem. Igazából mi az alapvető feszültség? Az, amiről beséltem a legelején, abból ezt a kormányzatot úgy, ahogy van, el akarják törölni a társadalomnak egy jelentős részében, így a kb. A felében, és ezek azok, akik bizonyos ügyeket jó ürügyként fel tudnak használni, hogy azt mondják, hogy mi most akkor utcára vonulunk,
és abból ugye elfolta magát a tanárunk is, ez a két törjöngött egy 3 órán keresztül nekünk, ő is elfolta magát. Így igazából a cél az, hogy addig vonuljunk utcára, még a kormány meg nem bukik. Nem mondom, álljon meg a menet, akkor itt már nem is az igazságügyi reformról van szó, itt már egy kormány buktató szándékról van szó. Ezekben meg végképp felháborodok, engedtessék meg nekem, mert én úgy tudom, hogy ex-katedra nem lehet ilyen nyíltan politizálni. Hát ez, ez nem fel. Ez az egyik része, másrészt meg, hogyha tényleg a demokráciát féltjük, akár Magyarországon, akár Izraelben, akkor azért, és ugye főleg az Egyesült Államoknak van ez a politikai kommunikációs stratégiája, de sokszor ugye Brüsszelben és Nyugat-Európában, stb., hogy féltik a jogállamiságot és demokráciát, de hát ne haragudjanak, de hát Magyarországon is, de Izraelben, mivel most ez a témánk, Izraelben egy egyértelmű többség megválasztott egy egyértelműen jobboldali és vallásos kormányt, vagy vallásos élő kormányt. Hát na, de ugye itt jön be ez a borzasztó dilemma, hogy most akkor a progresszív oldal elkezdte azt az ideológiai vitát, hogy ez oké, de attól még, hogy valaki demokratikus legitimációt kapott, az nem jelenti azt, hogy a demokratikus legitimációjával antidemokratikus úton visszaélhet. Abszolút. És ez nem jelentheti a többségnek a zsarnokságát, amiben van ráció, nagyon jól hangzik, de ennyire nem egyszerű a képlet. Hát abszolút nem. Nem egyszerű a képlet, hogyha egy jogi diktatúra gyakorlatilag már most is megvan, ami természetesen a progresszív baloldalnak maximálisan az érdekeit kiszolgálta. Ha megnézzük az elmúlt választások eredményét, és az izraeli társadalom politikai véleményét általánosságban, a többség jobboldali állásponton van. Általánosságban inkább jobboldali érzelmű, jobboldali programot és jobboldali politikát szeretne. Még akkor is így volt ez, amikor a Knessetben patthelyzet alakult ki, mert nem volt egyértelmű többség. Ott is általában azért... Igen, tehát hogy több ember szavazott jobboldali pártokra, még ha azok vitatkoztak is egymással, gondolok itt akár bizonyos szempontból a Benny Gantzékra is, vagy a Liebermannnak a pártja, nyilván ezt el lehet helyezni a politikai spektrumon sok helyre, de még a Netanyahu ellenzékében is voltak jobboldali hangok. A lényeg az, hogy a társadalom döntő többsége inkább jobboldali. Nem Netanyahu párti, jobboldali. Ennek ellenére akár többsége van a Netanyahu kormánynak, akár mármilyen más felállásban áll föl kormány, jobboldali döntéseket szinte alig vagy iszonyatosan nehezen lehetett hozni a törvényhozásban, éppen azért, mert a regnáló legfelsőbb bíróság a hardcore jobboldali döntéseket rendre elkaszálta. Ugye erre hivatkoztál, amikor azt mondtad, hogy jogi diktatúra, vagy túlnyúlás, vagy túlhatalmasodás a legfelsőbb bíróságnak, mint testületnek. Értem ennek a jogi előzményeit, hogy nincs Izraelnek írott alkotmánya, a legfelsőbb bíróság gyakorolja kvázi ezt az alkotmányvédelmet ilyen szempontból, de bizonyos szempontból meg az egyensúly, a nép akarat, vagy a demokráciának az alapja, hogy a nép bíz meg, választ meg, választás útján, népképviselet útján hoz törvényeket. Ez nem tud megvalósulni, hogyha a jogi elit, arisztokrácia, vagy minek mondjam, ez nem hajlandó teret engedni a társadalmi többség akaratának is. Most ez jól néz ki, hogy de hát 1 millió ember kivonul az utcára Tel Avivban, tehát a társadalom, a nép Netanyahu ellen van, de hát barátom, volt egy választás, és abban a választáson azért elég masszívan voksot tettek amellett, hogy jobboldali döntések szülessenek. Azt már egy másik kérdés, hogy biztos, hogy az összes ilyen vallásos vagy radikálisabb döntést támogatná-e az összes Netanyahu kormányszavazó, vagy például az igazságügyi reformot tényleg ilyen formában, vagy ilyen elánnal kellett volna átvinni. Ez megint egy érdekes kérdés. Hát pontosan eznek a frusztrációjában üvöltött tetelitorokból a kormánypárti tüntető tömeg, hogy Sisin Várban mandátum, tehát hogy 64 mandátumunk van az ég szerelmére, hogy létezik, hogy mégse tudunk vele mit kezdeni. Tehát, hogyha a kisebbségben vagyunk, akkor se tudunk semmilyen módon átvinni, és nem tudjuk átvinni az akaratunkat, ha többségben vagyunk, akkor se tudjuk átvinni az akaratunkat, mert a progresszív baloldal nemzetközi támogatottságában mindig úgy érvel a demokrácia kapcsán, hogy ez éppen az ő javát szolgálja. Tehát, amikor ők vannak többségben, akkor a társadalomnak szüksége van arra, hogy ők a többségüket felhasználva jogi forradalmat létrehozzanak. Ez történt az oszlói folyamat során, annak a oldalvizén egy teljes jogi reform, egy jogi robbanás történt,
amikor a legfelsőbb bíróság elkezdett alkotmánybírói szerepbe lépni teljesen önkényes módon. Erre senki nem kérte fel őket, és aztán azóta is így felejtették magukat, és akkor most kezdik ezt megboncolgatni, de csak az a baj, hogy nem csak megboncolgatták, hanem fogták is, hogy az egészet ki akarták önteni. Akkor ezen van most a felháborodás, miért? Mert tudja a progresszív oldal, hogy akkor elveszi az egyetlen nem legitim legitimációját a társadalom kontrollálása fölött. Ez a szempontjukból érdek. Tehát egy abszolút érthető, csak egy gonosz politikai játszma ez, amire felhasználnak rengeteg embert és az ő érzelmeiket, és felkorbácsolják természetesen ilyenkor a létező legtöbb kisebbségnek, vagy hogy mondjam, látszólagos kisebbségnek az indulatait, kezdve a melegektől, a transzcendűektől, a tanárokon át, az akadémikusokkal, stb. Mindenkivel elhitetik, hogy te leszel a következő elnyomott, akivel a jobb oldal le akar számolni. Ezzel fenyegetett bennünket is a tanár, hogy hát tudom, hogy felfognak, hogy a jobbosok listázni fogják a balos tanárokat az akadémiában, úgyhogy ezek után merjek feljelentést tenni ellene, hogy amúgy visszaél a katedrának a szabadságával, mert akkor gyakorlatilag aláírom azt, hogy igaza volt, tényleg listázások vannak, tehát így olyan elképesztő ügyességgel, ravassággal tudják az embert csak helyzetbe kényszeríteni, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt tanítani kellene, ezt a szintű hazugságot. Hát igen. Szóval, igen. Hát bonyolult egy helyzet, az mindenképp, meg ugye itt az is kérdés, mert ugye pont te írod a cikkedbe, ajánlom mindenkinek a Hetek friss lapszámából, hogy ugye kicsit frusztráltan fogadta a utcára vonuló, szintén talán több százezeres, de több tízezeres mindenképp tömeg Netanyahu-nak azt a bejelentését, hogy elhalasztja az igazságügyi reformot a Knessetnek a nyári ülés szakáig, bár ugye most, hogy mondjam, kötik az ebetakaróhoz, hogy mindenképp keresztül viszik bármit is akar az Egyesült Államok, vagy a amúgy választáson legyőzött ellenzék. Bizonyos szempontból értem a Netanyahu döntést is, hiszen teljesen mindegy. Ez gyakorlatilag hogy... a polgárháborús hangulat. Igen, ugye teljesen mindegy, hogy 64 mandátumod van-e vagy sem, most abból a szempontból, hogy egy elnök mindig az ország egészét képviseli, azokat az embereket is, akik nem szavaztak rá. Joga van és kötelessége is a kormány programját megvalósítani, de azért olyan jellegű felelőssége is van egy kormányfőnek, hogy a társadalmi egységet amennyire lehet, az biztosítsa, és majd egy ilyen felfokozott helyzetben, főleg ekkora külföldi, hogy mondjam, eszköztárral, amivel szembesül, vagy fegyverarzenállal, most itt idézőjelben mondom, nyilván sokkal jobban kell taktikázni, hogy ne, hogy mondjam, kergessék bele olyan döntésbe, ami végül is a kormány bukását jelenti, és olyan radikalizmust, ami akár ember életekbe kerülne. Most például olvastam, hogy ortodox házaspárt vertek meg ezek a kormánykritikus tüntetők talán a mai napon Tel Avivban. Tehát, hogy eléggé drámai a hangulat, igazán nagy felelősség terheli azokat, akik akár ott helyben, akár külföldről, de szítják ezeket a feszültségeket, meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Ennyi fér bele a mostani beszélgetésünkbe, de egyrészt bízva abba, hogy Dávid még a vendégünk lesz podcast műsorban is, ajánlom mindenkinek a cikkedet a Hetek friss lapszámában, ugye ez a címlapon is szerepel, az a cikke, hogy harc Izrael lelkére, erről egy kicsit kevesebbet beszéltünk, de a cikkben annál is többet olvashatnak a kedves hallgatók, hogy lényegében izraeli társadalom egy ilyen, nem tudom, dilemma előtt is áll, ami a nemzeti identitásuknak a meghatározását tekinti, hogy egy szigorúan szekularizált és a nyugatnak kedveskedni akaró, nagyon ilyen progresszív társadalmi jövőt képzelnek el Izraelbe, vagy egy erősen nemzeti identitáson alapuló, és egyébként az ősi hitéhez visszatérő, visszahajló nemzeti jövőt képzelnek el. Nyilván mi, mint hívő keresztények, meg bibliaolvasó keresztények az utóbbit támogatjuk, vagy szurkolunk nekik, hogy egy jobb döntést hozzanak, de hát a leginkább meg annak szurkolunk, hogy békesség legyen Izraelben és Jeruzsálemen falain belül. Köszönöm, Dávid, nagyon, hogy itt voltál velünk a vonalban. Remélem nem folytattam be teljesen értékes gondolatokat a beléd. Folytatjuk, ezt, igen. Talán vissza is úgy akarja, hogy élünk. Úgy legyen. Izrael is. Így van. És egy Magyarország is. Így van. Hamarosan beáll a sábát is.
Ezért is lassan elköszönünk, meg kívánom nagyon, hogy vigyázzatok magatokra, mert azért a terrortámadásból is volt egy-kettő, mostanában Izraelben, meg így a társadalmi feszültség is, és mind a mellett, hogy külpolitikai, vagy hogy mondjam, Irán részéről komoly fenyegetettség is, nemzetbiztonsági fenyegetettség is tapasztalható Izraellel szemben. Isten óvja Izraelt, Magyarországot és titeket is. Legjobbakat, Dávid! És köszönöm a hallgatókatnak is, köszönöm a hallgatóknak is, hogyha nem tették még, akkor iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, a kommentben pedig elmondhatják a véleményüket is. Sziasztok!